Ezeken a felvételeken egy erősen elszurkosodott kémény látható. A belseje annyira elkátrányosodott, hogy egészen leszűkítette a járatot. Ez a jelenség többek között a helytelen tüzelés miatt alakul ki. Tavaly több mint 5200 lakástűz volt Magyarországon, ami nagy részt a nem karban tartott fűtési berendezéseknek tudható be. Köves Péter a Tolna katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője elmondta, nagyon fontos, hogy a szilárd tüzelésű rendszereket minden évben ellenőriztessük és takarítassuk ki, különben hamar tragédia történhet. És legutóbb Dunaszentgyörgyön történt egy még a múlt héten. Itt egy kéménybe épített gerenda az, ami átízott itt a Paksi Hivatásos Tűzoltóknak kellett megbontani ezt a szerkezetet, és így tudták eloltani ezt a tüzet. Őcsénben valamint Decsen, illetve Döbröközön pedig ebben a, ezen a héten lehetett találkozni ilyen kéménytüzekkel. Itt a korom be gyakorlatilag ebben a szerkezetben, úgyhogy itt az éghetőanyag eltávolításával, valamint még a szerkezet megfigyelésével a tűzoltók meg tudták oldani ezeket kár a káreseteket. A tűzesetek meg Előzetőek mindössze néhány óvintézkedést kell betartani, ilyen például a megfelelő jó minőségű és a kellő szárasságú tüzelőanyag. Továbbá fontos, hogy bár csak a társasházi ingatlanokban kötelező, mindenképpen vegyük igénybe a kéményseprők szolgáltatásait évente, ugyanis ők ellenőrzik és kitisztítják a kéményeket, és felhívják a figyelmet a tüzelőanyagok megfelelő tárolására. A szóvivő elmondta azt is, hogy nagyon fontos a gyakori alapos szellőztetés, érdemes akár naponta többször is megtenni azt. És van még egy másik olyan teendő is, amit el tudunk végezni, ez pedig egy biztonsági jó intézkedés, ez pedig magának a füstérzékelőnek a megvásárlása. Ezt folyamatosan hangsúlyozzuk, ezt a Tolna megyei katasztrófa védelmi igazdóság honlapján, vagy az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazdóság honlapján is a keresőbe a pozitív lista címszavat így beírva, beütve, egy listát fog majd szépen nekünk kidobni ez a, a, rendszer, és itt ezek között nyugodtan bármelyik készüléket választhatjuk. 2021-ben 22, idén pedig már négy alkalommal riasztották kémény tűzhöz a Tolna megyei lánglovagokat.